Na, üdv srácok, én Leo vagyok, innen a napfényes Floridából. Ami nem is annyira Florida, csak a szobámnak a egyik fala. Na, mindegy, szóval. Nem azért vagyok napszemüvegbe, mert jó, most hú, de vagány akarok lenni, hanem hát most egy kicsit késnek a videók, mert így a bal szemem az így nem nagyon komázom most ezeket a dolgokat, aztán ú, baszki. Mindegy, be van gyulladva, mint a dög, aztán egy kicsit most gyógyulgatnia kell, meg mit tudom én. Nem tudom, hogy mitől lett ez ilyen. Egyik nap felkeltem, aztán ez már így ki is alakult hirtelen. Mondtam az előző videóban, hogy készülni fog egy ilyen űrhajós, szimulátoros dolog. Ezt többen kérdezték e-mailben, hogy ez majd mit akar, vagy mi lesz ez majd. Igazából két-három program is szóba jön. Az egyik valószínűleg a Space Engineers lesz, ezt elmondom így előre. A másik, meg a X3, vagy az a X-Rebirth, vagy Rebirth, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Valószínűleg az lesz majd a másik. Majd lehet, hogy lesz is belőle majd valami összehasonlító, akármicsoda. Az F1 2013-asnak a módja, ami 2014-es szezon, az folytatódni fog, ugyanígy ebbe a összefoglalós formába. Nem fogom vágatlanul felrakni, mert borzalmasan unalmas lenne. Úgyhogy edzés, verseny szokásosan ebbe a ilyen közel fél órás videókban lesznek majd így összefoglalva. Gameplayek is körülbelül egy ilyen negyed óra, 20 percnél hosszabbak nem lesznek, mert úgy veszem észre egyébként, hogy a nagyon hosszú gameplay sem jó, unalmas, szerintem egy idő után már nem kelti fel úgy az érdeklődést, illetve hát van időnk, hát ha 20 részen játszunk egy játékot, akkor az 20 részen átmegy, nem kell ezt 2-3 rész alatt lezavarni. És nekem is jobb, mert egyébként hamarabb felmegy, nem kell 30 gigát feltölteni, hanem mit tudom én, egy negyed órás gameplay felmegy, mit tudom, az lesz 2 giga vagy 3, és az sokkal hamarabb feltölti, mint amikor ilyen 10-12 gigásokkal kell vacakolnom. Na, hát röviden ennyi lenne. Próbálom gyógyítani a szememet, bár mondjuk annyira nem sikerül, pedig nagyon rajta vagyok az ügyön, nézzétek meg itt. Tehát itt azért itt azért vannak gyógyszerek, tehát itt minden van. Szemcsepp, szemgél, akkor ez ilyen, ez valami másfajta gyógyszer, ez allergia ellen való, az vérnyomás ellen, az fejfájás ellen, szóval van itt minden, úgyhogy most kicsit így belehasítottunk a betegségekbe most, de hát ez egy ilyen időszak, majd csak megjavulgatunk. Benne vagyunk már a korba, lehetne ezt is mondani, de nem, ez nem amiatt van, ez más miatt van. Úgyhogy ezért kell ennyi sok hülyeséget most szednem. Na, ennyi lett volna ez a kis videó, addig is legyetek jó. Ops, közben készen lett egy CD, húha, lebuktam, na, sziasztok!